Mi biztonságos környezetet teremtünk a fiatalok számára. Tehát szeretnénk úgy felépíteni a középiskolát, ugye azért itt az nekünk nagy előnyünk, hogy a kicsik is itt vannak, tehát eleve olyan nagy kilengéseket a nagyok sem tudnak megengedni maguknak, meg hát mi is törekszünk arra, hogy ezt a biztonságos légkört megőrizzük. Csengeri Mária tartott tájékoztatót az Adi Városi Móra Ferenc középiskola szerdai nyílt napján. Számos győri intézmény megnyitja kapuit ezen a héten, így mutatva be a felvételizőknek és kísérőiknek az iskola lehetőségeit. A Móra a következő tanévben két tagozaton indít osztályt, így kiadvány szerkesztői, illetve sportedzői szakra jelentkezhetnek majd a leendő kilencedikesek. A kiadvány szerkesztést hát természetesen a törvények adta lehetőségek között úgy építettük fel, hogy az elektronikus, illetve a nyomtatott kiadványoknak a formai és a tartalmi megtervezését is igyekszünk elsajátítatni. Azért mondom, hogy igyekszünk, mert azt azért nem merném állítani, hogy aki 12. évfolyamon leérettségizik szakmai tárgyból, akkor ő egy komplett honlapot össze tud rakni, amelyben nem lehet kifogást találni, tehát erre nem lesz ez alkalmas, de arra, hogy rátanulással, további tanulásokkal, meg hát nyilván tájékozódással ezt képes legyen később megcsinálni, szerintem ez arra alkalmas. A Móra a sportoktatásáról és az ezen a területen elért eredményeiről is híres. Legutóbb egy a HVG által készített lista szerint például a köznevelési típusú sportiskolák rangsorában országos 6. helyet ért el. A győri intézményt csak fővárosi iskolák előzték meg. Egy sportedző osztályba beiratkozónak szerintem nehéz dolga van. Olyan értelemben, hogyha azt a szezont fogjuk ki, amikor éppen versenyre készülnek, akkor reggel is van edzésük, minden nap, és délután is van edzésük, és hát ugye a közte lévő időben közismereti tantárgyakat tanulnak, illetve testnevelés órán, általános testnevelés órán vesznek részt, és azt gondolom, hogy egy ilyen átlagos napon későn érnek haza, kevés idejük jut a tanulásra. Ahogyan ebben a bemutatóban is elmondtam, azt én nem ígérem senkinek sem, hogy kevesebbet kell teljesítenie közismeretből. Vagyis nem egyszerű a mórások feladata, de a befektetett energia biztosan megtérül. A 4 éves szakgimnáziumi osztályok elvégzése után egyébként a diákok érettségit kapnak, a szakmai vizsgát pedig a 13. évfolyam sikeres elvégzésekor vehetik át az iskolában.